Sziasztok! Ja, hogy már megy. Sziasztok! De akkor várd már meg, ha már megy. Na. Oké, újra. Na, oké. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Metal Kanál, már de várj, te is kapsz, te is kapsz üdvri valgást. Na, megjön. Nehéz ez a show business, figyelj. Sziasztok! Sziasztok! Na hát, itt a Metal Kanál újra merít, a mindenféle izéből, a metálnak a tojásleveséből egy nagy kanála, vagy mit tudom én, vagy a betűtésztás paradicsom levesből, azt hiszem, vagy kecskel levesből. Főcsíny. Kérdezték többen, hogy kizárólag metálzenéket fogunk hallgatni, vagy bele-bele meríthetünk a kis metál kanalunkkal akár más-más stílusokba is. Nyilván egyébként én minden evő vagyok. Én tehát, is. Hogy egészen a 80-as évek diszkójától egészen a Extreme Noise Terrorig mindent teszem, így ha nyilván kerül a kanálba ilyen is. Majd ezt később mindenfélét. És köszönjük szépen azoknak, akik írtak alá, megnézték, és szeretnénk, hogyha egy csomó mindent, amit ti is hallgatnátok, vagy ajánlotok nekünk, hogy beszéljünk róla, azt nagyon szívesen várjuk, és akkor ami a legtöbbet kapja, vagy egy nagyon jó hozzászólás, vagy valami, akkor azt bevesszük ide a kanálba, és akkor majd beszélünk róla, egy Nillele. Igen, ez a terv, hogy csinálunk majd olyan adásokat, amikor nem éppen aktuális klipeket veszünk elő, hanem a ti küldtétek sorozatot. És hozzateszem, hogy például én nagyon szeretem a Red Hot Chili Peppers-t, meg szeretek még más stílusokat is, mint például Asian Dub Foundation, ilyesmi. Tehát ha ilyen klipek jönnek, akkor szerintem abból is merítünk, nyilván, és azt abba is belekanalazunk. Nyilván, vagy jön egy új Beyoncé, vagy mit tudom én. Akár abban azt is. Figyelj, új Beyoncé. Egy Beyoncé-t azt szerintem egy single lady, azt hallottam. Single lady. Vagy a Say My Name. De az mondjuk az nem Beyoncé, az. Mindegy. Jó. Na, engedjük el. Nem ezért jöttünk össze, hanem hogy a Slipknotnak kijött egy új dala, semmiből, a Bon Church, és megfejtettük, bocsi, mert az van, hogy Jan Director Scott Bon Church. Nem értettük. Utána olvastunk, elvileg ez a Bon Church című szám, amit a Great Chapter turné alatt vettek föl, és a klip, az pedig a Jennek a helyszín. Jennek a Director Scott-ja, vagy mit tudom, valami ilyesmi. Ha többet tudtok, írjátok meg alá, mindenképpen. Jó, mert mi... Egyébként még arról beszélnék, vagy arról, hogy te hogy találkoztál a Slipknottal először például. A Slipknottal? Aha. Akkori barátnőmnél voltam Miskolcon, és néztük a Z Plus TV-t, akkor már lehet, hogy Viva TV volt, nem tudom, és akkor csak megszólalt a kedvencem, a Fresh Fabric, akit én nagyon szeretek magyar zenekar, Fresh Fabric-tól a amiben a Pityesz énekel a Hand, My Hand, Drive My Hand. Mondom, ez kurva jó, ezt hallgattuk, és mikor véget ért, akartam mondani, hogy csajomnak, hogy mivel is, csak megszólalt valami ilyen, hát mondom, mi a szar ez? És a Wait and Blade. És mondom, ez de kurva jó, és elkezd, mondom, basszak, ez nekem való zene, énekel, hörög, izé, beteg állat, mondom, ez tök tetszik. És akkor a Csesznok Laci, jó barátom a főiskolán, megvette az első kazettát, és akkor azt hallgattuk, és tök tetszett. És mondom, ez érdekes, fura. Nem a faszé vannak benne 9-el, az kicsit ilyen túlzásnak éreztem, de nekem ez volt az első találkozásom a Slipknottal. Neked mi volt? Hát a Slipknottal... Sportsziget biztos. Nem, nekem nem voltam azon a koncerten. Hanem nekem is a Wait and Bleed valami, szerintem már rá ott is valami ilyen headbangezból vége, vagy mit tudom én, valahogy találkoztam ezzel a Wait and Bleed, de engem annyira nem győzött meg. Én nekem az ilyen, sőt azt az albumot, azt én úgy felejtősre, és azt az, nekem az olyan káosz, nem tudom, nem tetszik. Minden esetre a tény az magáért beszél egyébként, hogy nekünk van közös történetünk a Slipknottal, mert csináltunk egy klipet, illetve van egy zenekarom, aki tudja, mindegy, a Neil majd ide beteszi, ide valahol oda fölülre beteszi a linkjét, és akkor majd meglátjátok, a Nili szerepel benne, mint rendező és főszereplő, illetve a zenekarom ilyen mindenféle ruhában felszett. Tehát egy ilyen kisköltségvetésű Slipknot klipet csináltunk. Reméljük, hogy tetszeni fog. Feldolgozást. Egyébként az énekeltem még egyszer
Slipknotot, mert a Devil in Night azt mi játszottuk koncerten, és meg az, annak el is készült egy felvétele, azt is majd lehet, hogy belinkeljük, mindegy, vagy rákerestek, vagy mit tudom én. Az a lényeg, hogy azért az éneklős részekkel azért én nem voltam tisztában, és akkor engem a Mong Máté segített ki egyébként abban a számban, amire videóklip van, a másikban meg a Lakatos Gábor bájátunk, mert én a vad részeket tudom, csak nekem ez a dallamos rész nem megy, de hát nem lehetünk tökéletesek. Na menjünk, mert ja, túl fogjuk lépni a 15 percet. Még azt el akarom mondani nektek, hogy a Slipknotot régóta hallgatom, régóta szeretem. Én nekem a kedvenc albumom tőlük az All Hope Is Gone. Én utána a Grey Chaptert azt elengedtem, az nem tetszett. A Grey Chapter utáni albumok már a címét sem tudom. Az újat viszont megvettem, és nagyon szeretem, a kocsimba folyamatosan az szól. Megvettem eredetibe, és kiderült, hogy az első Slipknot CD, amit vásároltam, az új. Nekem az újról egy dal tetszik, illetve a kedvenc albumom nekem az Iowa. És na, akkor innen induljon a... Jó, tehát én az All Hope Is Gone, az Iowa, tehát már nem fogunk egyet érteni, az új album nekem nagyon-nagyon bejön, nagyon tetszik, a Grey Chapter nagyon nem tetszik, és ez a Grey Chapterről készült, remélem valami jó zúzós, meglátjuk, metálos, mert én nem bírom a lassú dalokat. Várjál, közben írt a Bobby HC, hogy forgatunk-e, biztos azt írta, nem azt írta. Jó, na, amúgy ezt elmondom, bocsi, pont átkötött. Ami volt főcím, azt a képet a Bobby HC készítette, úgyhogy köszönjük neki azt a képet. Na, akkor mehet. És most várjál, azt mondja a fiam, hogy ne állítgassuk meg, hanem zene közben pofázzunk. Úgy lesz. Mert hogy az jobb. Próbáljuk ki ezt. Nézd a bácsi. Biztos a klán. De azért este így benézne az ajtón. Igen, igen, lehet, hogy összefosnál magam. Pláne, hogy a tizediken lakom, és az ablakon nézne így be, tudod, az lenne a para. De ez engem már zavar, engem frusztrál. Én nem nézek horrort amúgy. Én se. Ó, én nem szeretem horrort. Bár most néztem egyet, és zavarba voltam tőle, de nem bírtam a bajni. Én nem bírom megnézni a horrort. Aha. Klasszikus, tipikus Slipknot egyébként alapvetően, hogy hát vannak benne ilyen genyák. Hát a Clown rendezte, a Clown meg gondolom egyféleképpen. De ő valami horror rajongó is. Igen. Ez jó kép volt. Amit viszont tetszik, amit a Clown írt zenét, a Grey Chapter első száma, az kurva jó. Amiben nincs gitár se semmi, és olyan metal, hogy az egész izé Skodu dancehall, tehát az kurva jó. Ez meg... Adj neki egy kis hangerőt. Ajaj. Engem ez eddig frusztrál, nyomaszt. Én nem bírom az ilyet, se zenéileg, se képileg, tehát én... Képileg náluk nagyon-nagyon-nagyon. Ez kurva jó, ez kép tetszik. Összes klipjük az üt egyébként alapvetően. Igen. Nagyon meg van csinálva azért az. Képileg nagyon erős a Slipknot, zeneileg is. Még a legjobb a Soul for, ahol az a nagyon belassított kamera, amikor jönnek és a víz cseppet, azt a kurva, gyönyörű. Breathe and Soul for. És valaki megkért, hogy csinálok olyan klipet, de mondom, nem tudok olyan izébe, a FPS-be forgatni, hogy így, hogy kijössz a vízből, és így nyúlik. Tehát ez, ahhoz olyan kamera kell. Tehát ezzel nem fog. Ez engem untat, az a, hogy 1.46, én amit hallgatok zene, az itt már kb. A végéhez jó, ér. Ez a kis akkord. Csak rászottam 2 perces dalokra, és itt már véget érnek a... Rá kell áldozni az időt. Jó, persze a Slipknot, mondom, hallgatom az új Slipknot albumot is. Egyébként el tudom képzelni klasszikusan, hogy ezek egy amerikai klasszikus középiskolás táncolós izék, akik ilyen tipikus olyan high schoolba járnak, és akkor ilyen művész lelkek, és őket csináljátok valamit itt a zenekarban. Aha. És utána azt meg odavitte egy vágónak, aki meg szépen így megizélte a idővel vagy járt. Vagy hát igen. De azért ő ott ült a clown a vágóasztal. Az gázsal, én simán... Simán azt hinném, hogy ő Stone Sour szám. Hát olyan. De tetszik ez a kis akkord. Az új Slipknoton is vannak kurva számok, amik ilyen, például az Adderall, ami egyzőben Pink Floyd stílusú. De az nem ugrik le úgy nekem a Slipknotról, mint ez például. Nekem rohadtul tetszik ez az akkord. Érte? Ennek adok egy 5-öst. És úgy jutunk ide, hogy na most végre fikázhatunk valamit. Ne dicsérd azt! Próbálom fikázni! Most mit csinálják azt, hogy jó ez az akkord? Az a baj, nekem is tetszik, tehát.
Ezek tetszenek az ilyen, ezek mindig is szerettem az ilyet. De most tényleg el tudom képzelni azt, amit mondanak, hogy ezt a ugye, turné közben visznek magukkal egy mini stúdiót, és ott jammelni. És ezt ott, ez tipikus ilyen jam nóta. Igen. De figyelj, játsz valamit, játsz a gyakorlatot, és akkor mi meg rá? Kurva jól van csúszva a szeme, imádom az ilyet. Én meg most az éneket bírtam, vagyok. Az is jó. Szép, hogy de itt van néha jól esni. A végén remélem fogja. Igen. Ott volt. Ha nem is olyan erősen, de ott volt. Remélem azért minket lehet hallani, hogy közben pofázunk. Nem amit a végén csak... Látok meg ott a fiúk, hogy... Vagy ez a klip? Igen. Ja, a Clowning is beteg volt. Ja, ezért jut eszembe, a nyáron voltam a Kőszegen, a Horror Múzeumban, és az volt hasonló. Ott voltak ilyen fejek. Hát én itt összefosnám magam, de tényleg, tehát egy... ilyen fej nézne rám. Mert voltam nyáron a fesztiválon, és én, volt, hogy én láttam így ilyen homályosban, tudod? Volt olyan... Hát egy pár feles után, igen. Igen. Lehet, hogy azt akarja elképzelni. Lehet. Nem, hogy valószínű, de... Hát, hogy a Koles szobájukban egyébként van két ilyen táncos művész lélek, és hazament részeket. De hasonló mozgást is csinált, amikor főiskolás voltam, és mentünk a Koliba. Hasonló mozgással, hasonló látásmóddal. És így csúsztunk, másztunk. Na, de ne vicceljük el, én azért viccem, mert én félek a horrortól, de hát ez nem is horror, tudom, de félek. Nem engem nyomaszt igazából, tehát ő... Engem is, de az összes azért készül, az összes klipjük azért készül. A nyomaszt, valami, igen. Igen, hogy a gyomrodba így bele... Tehát, igen, hogy igen, igen. Beletenyerelne a gyomrodba. És akkor még a végére így van egy percnyi semmi? Hát felirat biztos, hogy hogyan készült, nem. Nem, nem, nem a szemüveges fiú, hogy rosszul lát. Na, még van, ja, van még 18 másodperc. Sejtetés a következő dalnak, hogy valami következő klip. Vagy most megfejtjük az egész klipet, jön egy hatalmas csattanó. Nem volt ez rossz. Nem volt rossz, de tényleg azt a hatást... Már meg, igen, fikázni akartam, és megint nem sikerült. Igen, azt a hatást elérte, amit el akart élni. Mondom, én bírom a... Bírom a lassú nótákat a Slipknottól, de én az olyanokat szeretem, amik... Én lehet, hogy én egy kis izé vagyok, de vagy, az vagy. Az izé vagyok, de vagy legyen olyan, mint a Vermilion, hogy egy kis hűbemászós kis dallamos, vagy a Dead Memories, hogy ilyen kis kellemes, vagy legyen olyan nyomasztó, mint a 19, vagy mi a címe, a Great Chapter első száma, ami ilyen iszonyat nyomasztó, és így hörög, üvölt, és közben csak a Skód udaszol, és így tényleg a hideg ráz, és azt mondod, hogy ekkora metált, úgyhogy gitár meg dob sincs benne, vagy legyen olyan, ez nekem ilyen, ez a... Kicsit megfoghatatlan. Igen, igen. Mondom én, aki megvettem a Messzíveteknek azt az albumot, az ezer ablak faszom tudja, ami az egész album olyan, hogy nincs benne egy fogódzó, az egész így folyik széje, és tök szerettem. De az meg túl szétfolyós. Ez meg nekem ez a annyira nem folyik szét, de nincs annyira összeállva, ez nekem egy kicsit ilyen... Mint a szurok. Igen. Olyan volt, mint a szurok. És én ezért nem eszem gombát, mert nincs meg az az állaga, mint a húsnak, de nincs meg az, hanem ilyen rugalmas íz, és ez is nekem kicsit ilyen gomba feeling, bár azt mondják, a gombát jól megfűszerezik, akkor kurva finom lesz, ez is tud jó lenni, de elmészteni kell. Lehet, hogy a koncertverzióban majd egyszer majd látjuk, és akkor lehet, hogy már rácsodálkozunk, hogy egyébként majd mekkora a közönségének. Igen, lehet. Na, összességében ettől függetlenül most én fura, mert össze-vissza beszélek, mert tetszik is, meg nem is, tehát ezzel nem tudom hova tenni még a dolgot. Aha. Egyébként azt hozta, amit vártam. Tehát, hogy itt aztán tényleg semmi nem volt. Tehát, hogy már hogy az volt, amit leírtak, hogy igenis ez egy jam volt, ez egy jamnek egy
felvettük, csináltunk egy jammet, egy jó, van rajta egy nagyon jó ilyen refrén dallam, van egy tök jó akkord, ami végighúzza az egészet. Csillagos ötös gitár téma neked, az, igen. Az az akkordos, úgyhogy nem, ezt is megvettük. Meg igen. Nem akartuk, majd keresünk olyat, amit le tudunk fikázni. Küldjetek olyat, amit le tudunk fikázni. Igen, de ne az legyen, amit szerettek, tehát olyat küldjetek. Egyébként meg nyomjatok csengőt, meg izét is, meg, tehát hogy legyen csengő, meg feliratkozás, meg ilyesmi. És de tök jó volt, hogy tök sokan néztétek, és azt nagyon bírtuk, hogy sokan nézitek, ezért új erőt kaptunk, és már gyorsan jöttem is kanalaznia. Igen, viszont ne felejtsd el, hogy mivel ennek nem lesz akkora sikere, mint a Baby Metalnak, ezt nem fogják olyan sokan nézni, de ez ne vegye el a kedved. Ja, nem fog, abszolút. A merőkanálból visszaváltunk kávéskanálra, vagy mokkáskanálra, de ugyanúgy. Én három embernek is ugyanúgy énekelek, mint 300-nak, vagy 3000. Voltam olyan koncerten, ahol kizárólag én, az akkori barátnőmmel ketten voltunk a közönség, emlékszel? Érdem. És mi ketten álltunk ott, és nekünk játszott a zenekar, és Bazsó ugyanolyan lelkesen végigtolta a műsort. Hát és amikor elmentem sörén, akkor csajom egyedül állt és nézett ideket. Tehát... Nyilván ezt nektek csináljuk, reméljük, hogy szeretitek, vagy egyre többen nézitek, meg hogy szeretitek velünk ezt nézni. Mert igazából az a jó, hogy velünk együtt nézitek. Mert hogy utólag nekem is jó, amikor elolvasom alatta, hogy hát de jó, hogy meg hogy hozzászóltok, meg ilyesmi. Na, szóval most már ne zárjuk ám, mert túlmegyünk a 15 percen. Már rég túlmentünk a 15 lesz. Percen, úgyhogy szevasztok! Na, hello! Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad leszek, nevet kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.